Pillanatnyilag a jutalmazási rendeletben nincs benne, és ezt nem is kezdeményezünk egyelőre, mert pontosan, ahogy a sportigazgató úr elmondta, annyira heterogén az egész versenyrendszer, hogy nem lehet összehasonlítani a sportágokat, de ennek ellenére természetesen a szövetségeket nem gátoljuk meg abban, hogyha bizonyos, mondjuk egy asztali teniszvezető például megnyeri a versenyt és olimpiai kvótát szerez, akkor gondolom az asztali tenisz szövetség azért jutalmazni fogja. De egyelőre ezt nem tervezzük, ezt meg akarjuk várni, hogy sikerül, és majd a következő játékok előtt tervezzük ennek a javaslatát. Hogyha kérdés van, Mihály?